Sziasztok! Ez a heti vlog, ez tulajdonképpen egy hétvégi vlog lesz most, mert eddig dolgoztam a héten, tegnap bevállaltam még egy extra műszakot is, mert az egyik szomszédos lakócsoportban szinte az összes kolléga lebetegedett, ami ugye nem túl mókás, és így igyekszünk kibekkelni azt az időszakot, amíg így lassanként visszajönnek a betegszabadságról. Amúgy annyira fura volt, ez ugye egy szomszédos lakócsoport, úgyhogy átmentem így hozzánk is időnként, és megint csak azzal szembesültem, hogy mennyire szeretem a mi lakócsoportunkat, és hogy mennyire szeretek ott dolgozni, a gyerekekkel nagyon-nagyon jól kijövök, a munkatársaimmal is, habár pont tegnap volt egy ilyen extra szupervíziónk, mert volt egy kis zavar az üzemben, túlságosan sok részletet fölösleges így ezzel megosztanom. A lényeg az az, hogy sikerült megbeszélni a dolgokat, és elsimítani azt a kis konfliktust vagy feszültséget, ami így az utóbbi pár hétben kialakult. Úgyhogy remélem, hogy minden olyan olajozottan zajlik továbbra is, mint ahogy eddig is működött, mert tényleg imádom a csapatomat. Szóval most így szombaton Martin értem jött, aminek nagyon örültem, és készülünk bútorüzletbe, mert hogy ugye szeretnénk egy új kanapét, és biztos vagyok benne, hogy hónapokat kell majd rá várnunk, úgyhogy szeretnénk így még időben elkezdeni azt, hogy akkor kinézzük. A Höfnerbe megyünk, nem tudom, hogy ez így kinek mond valamit, aki esetleg Németországban él, ők lehet, hogy ismerik ezt a bútorüzletet. Ott vettük annó az étkezőasztalt és a székeket is, és ott szeretnénk most először szétnézni ugye a kanapé ügyben. Viszont majd a kamerát, majd meglátjuk, hogy mennyit tudok így filmezni, meg hogy találunk-e bármi olyasmit, ami mind a kettőnknek tetszik. Szeretnénk már most így az elejétől, hogyha majd megérkezik az új kanapé, egy picit jobban ügyelni arra, hogy a macskák megkíméljék. Ha erre esetleg van tuti tippetek, akkor osszátok meg nyugodtan. Annó is rengeteg mindent kipróbáltunk, tettünk rá ilyen kétoldalú ragasztót a karfára például, hogy ugye a macskák nem szeretik, hogyha így beletapadnak valamibe, hogy ne nyúljanak hozzá, nem segített. Akkor ilyen mindenféle citrus olajakkal is próbálkoztunk már, hogy azt sem szeretik a macskák. Az sem segített nálunk, akkor tettünk oda a kanapénak a karfájára lett feltéve ilyen extra deszka, amire olyan fonál lett felerősítve, amit a macskák ugye kaparhatnak, hát az se segít. Úgyhogy a mostani kanapénk az tényleg rommá van kaparva. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd az új kanapéval. Szerintem ez sokban függ így a macskáktól is, nekünk ugye a 3-ból 2 elég aktív tud lenni, és elég sokat tudnak rosszalkodni, a két fiú Radagaszt és Baltazár. De ott van például a legjobb barátnőm, nekik van egy fehér műbőr vagy bőr kanapéjuk, nem is tudom, nem is olyan régóta, és az ő macskájuk hozzá sem nyúl. Úgyhogy szerintem ez abszolút a macska személyiségétől is függ. Majd meglátjuk, remélem azért, hogy nem fog kinézni pár hónap után az új kanapé is úgy, mint a mostani. De ez ugye a jövő kérdése, meg egyáltalán először is legyen meg az az új kanapé. Aztán van itt mellettem egy pár csomag, mert az utóbbi napokban nem igazán volt időm arra, hogy kibontsam őket. Rendeltem karácsony után a Lush leárazásokon egy pár fürdőbombát, ezeket szeretném majd így kibontani veletek, illetve, ha minden igaz, akkor megjött még Martinnak az utolsó karácsonyi ajándéka tőlem, ami egy picit csúszott, hát ugye már január eleje van. Amazonról rendeltem neki egy pólót, de szerintem mindjárt meg is mutatom. Szerintem már említettem nektek, hogy Martin szereti a Columbo sorozatot. Évekkel ezelőtt, nem is tudom hány évvel ezelőtt, 5 évvel talán kapott már tőlem egy Columbo-s bögrét, és azóta is a mai napig az a kávés bögréje. És megláttam Amazonon ezt a pólót, ami szintén Columbo-s. Úgyhogy megvettem neki, mindjárt oda is adom, remélem, hogy tetszeni fog, és hogy a méret is jó, de biztos vagyok benne, hogy jó lesz. Úgyhogy ez még így az utolsó karácsonyi ajándéka, és akkor ezzel le is zártuk így a karácsonyi ajándékozást. Most pedig akkor kicsit fáradtam, de induljunk akkor a bútorüzletbe. Thank you.
érdekesek ezek a piros fények, de mindegy. Ahhoz képest, hogy teljesen rá voltunk készülve arra, hogy oké, a következő hétvégék, amikor én is szabad vagyok, biztos, hogy be lesznek áldozva arra, hogy körbejárjuk a környék butorüzleteit, és hogy a kanapéra vadászunk. A leges-leges üzletbe bementünk, ami amúgy nem a Höfner lett, hanem elmentünk Langenfeldre, mert Martinnak volt egy ötlete. Wie heißt dieses Geschäft? Sitzensofa. Elmentünk oda, és a legelső sorban megakadt egy szófá, egy kanapé mind a kettőnknek a szeme, és meg is vettük. Úgyhogy várnunk kell nagyjából egy ilyen 6-12 hetet, mire megérkezik az üzletbe, ugyan valószínű, hogy el tudjuk majd vinni mi, hogy nem kell kiszállítást kérnünk. Mind a kettőnknek nagyon tetszett, nagyon praktikus, kisebb, mint a mostani kanapénk, ugye ez is volt a cél, mert ennek az egyik részét, ez egy nagyjából U alakú kanapé, ami most van, és az egyik részét egyáltalán nem használjuk ki. Szóval tényleg jöhetnek azok a macska biztossá tevő tippek, mert ha minden jól megy, akkor február közepe, február vége környékén elvileg meg kell, hogy érkezzen a kanapé, szóval jóval gyorsabban ment, mint ahogy azt gondoltuk. Utána elmentünk Hanba az Ázia Ming étteremhez, ez a kedvenc kínai éttermünk itt a környéken legalábbis. Szerettünk volna megvacsorázni, viszont nem foglaltunk asztalt. Nem gondoltunk előre, és sajnos nem tudtak asztalt adni. Mondták, hogy ma van a téli szünetnek az utolsó napja, és hogy tele van napfoglalással, és hogy már nem egy vendéget el kellett küldeniük. Úgyhogy most éppen Leverkusenbe megyünk. Ott is van egy ilyen kínai büfés étterem, ahol már többször voltunk, és azt is szeretjük. Úgyhogy megyünk egyet vacsorázni. Amúgy is szerettünk volna ma valahova étterembe menni, és nagyon-nagyon-nagyon kívánom a kínait. Szóval ez tökéletes választás lesz most így vacsorára. Amúgy a butorboltos felvételeken látszik az a kanapé is, amit végül megvettünk, vagy hát az a kiállított darab, aminek a mintájára a mi kanapénk is ki fog nézni, ha bár más anyagot választottunk és más színt. De egyelőre nem szeretném lelőni a poént, majd akkor fogom megmutatni, amikor megérkezik. A Lush-nak a karácsonyi leárazását tavaly is kihasználtam, és még van 3 darab fürdőbombám ebből a vásárlásból, amiket szerintem így a következő 1-2 hétben el is fogok használni, lehet, hogy az egyiket ma bele is dobom majd egy kádnyi forró vízben. Igen, a fények azok szörnyűek, tudom, de nem igazán szerettem volna még holnapig várni azzal, hogy kibontsam ezt a csomagot. Itt vannak azok a kis IKEA zacskók, amikben ezeket a fürdőbombákat tároltam eddig is, úgyhogy szerintem most is ezekbe fogom majd beletenni őket. Maguk a termékek csomagolás nélkül kerülnek bele az ilyen online rendelésekbe, és van itt egy pici Dream Cream, ami ugye egy kézkrém és testápolóként is használható krém. Én megmondom teljesen őszintén, hogy a Lush-nak nem vagyok oda se így a testápoló termékeiért. Hajápoló terméket próbáltam, a szilárd sampont, azt hiszem, hogy a Godiva névre hallgat az, amit többször is újra vettem, és szerintem tök jó volt. Viszont arckrémet sem használok így a Lush-tól, így a fürdőtermékeik, a fürdőbombák és a habfürdők azok, amik szerintem a legjobbak így a márkától, és amit így szívesen újra és újra vásárolok. Nem fogom tudni így a pontos neveket, hogy mi micsoda, ugye a leárazott termékek közül vásároltam. Ennek nagyon-nagyon jó fűszeres illata van. Abszolút ilyen térre való. Azt hiszem, hogy ebből csak egyet rendeltem. Amúgy van olyan, amiből a 2 is beletettem így az online kosárkámba. De azt hiszem, hogy így szerencsém volt, eléggé időben tudtam én is lecsapni így erre a leárazásra, és elég sokfajta terméket tudtam így kipróbálni. Tavaly nem így volt, emlékszem, hogy tavaly 3 vagy 4 fajta fürdőbombát tudtam megvenni, és inkább azokból vettem akkor többet. De idén még idejében jelen voltam. Érdemes amúgy jól áttúrni az egész dobozt, hogy ne maradjon benne sehol se egy termék sem. Egy kis katica. Ennek pedig mentolos illata van. Ha nem csal az orrom, de tényleg olyan illatorgia árad ebből a dobozból, hogy szerintem elég nehéz így most beazonosítanom egy-egy illatot csak. Amúgy ilyen az ilyen kis tölteléket nem szoktam kidobni, hanem amikor én küldök csomagot, akkor szoktam felhasználni őket.
Igaz, hogy ez most egyrészt illatos a fürdőbombáktól, másrészt pedig csillámok is vannak rajta, de szerintem ezeket is megőrzöm, hát hogyha fel tudom még használni. Ha jól emlékszem amúgy, akkor ez ilyen környezetbarát töltőanyag. Alás ugye eléggé ügyel arra, hogy ne állítsunk elő még több szemetet, mint amit már így is. Egy az egyben puncs illata van ennek. Jó kis szegfűszeggel. Nagyon-nagyon vincsi. Citromos, narancsos, frissítő csoda. Az esetek 90%-ában esténként szoktam kátfürdőzni, de azt hiszem, hogy ez a frissítő illat tökéletes egy reggel elindításához is. Feltöltöttem a fürdőbombás boxomat. Hát jó pár kátfürdőzésre elég lesz, az biztos. Az előzőekből is, ahogy mondtam, maradt még három, most ezek közül ma egyet mindenféleképpen elhasználok. Ugye ezeknek a fürdőbombáknak, meg habfürdőknek a szavatossági ideje, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ilyen 12-16-18 hónap között mozog, szóval nagyon-nagyon megéri ilyenkor karácsony után a leárazásokon 50%-kal olcsóbban megvásárolni őket, ezért is töltekeztem fel én is ennyire belőle. Évközben is van, hogy elcsápulok egy-egy fürdőbombára náluk, viszont alapvetően ilyenkor szerzem be úgymond az éves adagomat. Szóval ez most így a 2023-as évemet azt hiszem, hogy nagyjából lefedi. Mivel a mai nap az aktív pihenésről szól végre, ezért elég rövidke ez a heti vlog, legalábbis ezt gondolom most még így a videó megszerkesztése előtt. De azért bízom benne, hogy így is találtatok benne valamit, ami tetszett nektek, vagy ami hasznos volt. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!